Nyilvánvalóan a, sportnak nagyon fontos szerepe van. Tehát az, hogy én szinte egész életemben sportoltam, sőt a gyermekkoromat a 18 éves koromig minden nap betöltötte a sport. Megtanultam nyerni, megtanultam veszíteni, megtanultam csapatban együtt dolgozni, és én azt gondolom azt, hogy a célt el akarjuk érni, és a, ha az egy karnyújtásnyira van, akkor egy karnyújtást teszünk, de ha hosszú út vezet oda, akkor szisztematikus munkával érjük el azt, amit akarunk. nagyapám az belgyógyász volt, egy érdekes élettörténető. Egyébként Feri Sáncon született a régi Magyarország, ugye délvidéki részén egyébként egy e, sváb család sarjaként. A neve nagyon érdekes, mert úgy hívják, hogy Merkel keresztély, tehát szegről végre rokonai vagyunk a német kancellárasszonynak, de legalábbis névrokona, de a keresztnév is nagyon érdekes, mert a kereszté az meg egy észak-német keresztnév. Bár a családban nagyon sok kereszté volt, emellett csupa magyar nevek voltak, mint Géza, István és Béla, úgyhogy nekem így maradt a Béla. De a testvérem az István, nagybátyám az Géza, édesapám az Béla, és ezek ismétlődnek egyébként a családban elég gyakran. A nagyapám az elvégezte a Pécsen az orvos egyetemet, és akkor a háborúban eh, hadifogságba német, eh, a németekkel együtt ugye hadifogságba került, és eh, az orosz hadifogságban öt éven keresztül eh, gyógyította az ottani hadifogságban eh, lévő magyar, német eh, katonákat, úgy jött eh, haza, úgyhogy akkor már megvolt a a két gyermeke, az apám volt a kisebb, ő 42-ben született. És végül is ők Magyarországon maradtak annak ellenére, hogy egy ilyen német hát, eredet volt. A nagymamám az szokásos közép-kelet-európai történet, ő ugyancsak abból a régióból származik, Bunyevác, tehát Sepac Petronálaként született, a bunyavácok azok a szerbek között élő horvátok, tehát keresztények, és ők összeházasodtak, és úgy születtek a Merkel gyerekek, de a nagy nagybátyám az Merkel, az édesapám meg valami oknál fogva a háborúban Merkeliként született meg, és ő maradt Merkel, úgyhogy a család innentől kezdve két vezetéknévvel indult a Merkel és a Merkelivel, aminek egyébként szerintem számos előnye van, legfőképpen az én szakmámban, mert amikor a közleményeket írjuk, akkor ezzel a Merkelivel egyedül vagyok a világon, ilyen név nincsen, Merkelből azért sok van, Merkelből puska is volt, futballedző is volt, kancellár is van, Merkeliből meg igazából senki nincs kivétel, az a család, amelyik a, az édesapámtól kezdődik, kvázi a Merkel családokat így kicsit elkönülten, kiemelten lehet kezelni. Tehát az én hét tagú családom, ami hét testvért jelent, az mind Merkeli, és ezeknek a leszármazottja is Merkelik. Talán ez elképzelhető, hogy akkoriban a, a német névnek a mérsékelt bújtatása szerepet játszhatott abban, hogy a háborúban, amikor már a vége fele jártak, akkor egy y oda tettek. Az édesapám a a szülei, azaz az én nagyszüleim, azok abban a házban laktak, ahol mi most lakunk. Tehát ez egy nagy családi ház. A, a nagymamám szülei vették ezt az 50-es évek elején, és valami érdekes módon nem vették el tőlük, úgyhogy egy viszonylag nagy családi házban nőttünk föl mi mindannyian. Nem ugyanabban a lakásban, de több lakás volt abban a családi házban és a nagypapa az foglalkozott pszichoszomatikus betegségekkel, belgyógyászként tovább lépett, és ezzel az akkoriban még nagyon fiatal, ma már hát gyakorlatilag közismert szakmával foglalkozott, olyan betegségeket gyógyított, nem csak gyógyszeres, hanem pszichoterápiás módszerekkel, amelyek testi tünetekben jelentkeztek meg, de valójában lelki eredetűek voltak tehát ez a legkülönbözőbb szívbetegségek, gyomor, bélbetegségek állhatnak az előtérben, miközben a mögöttes okok azok valamilyen lelki sérülés, bánat, vagy bármi, ami mögötte van, és hát ez természetesen otthon végezte. Ő volt egyébként a 12. kerület felülvizsgáló főorvos a János kórházban volt a munkája, mind a mai napig emlékeznek rá a betegei egyébként gyakran. Kérdezik tőlem, hogy van-e valami rokonság. Úgyhogy ő, ő volt az orvos családba. a családban, a nagymamám az óvónő volt, és az édesanyám az pedig, ő, ő dél-amerikai, Bolíviában született, a nagypapám az mérnök volt, ő magyar, Brunóban végzett, sok mindennel foglalkozott többek között, részt vett a a golyóstólnak a kifejlesztésével, a, a Bíró Lászlóval együtt, és Dél-Amerikában élt a háború kitörése előtt, ment Dél-Amerikába, és ismerte meg a, a nagymamámat, született két gyermeke, mondjuk annyival kicsit összetettebb volt, hogy neki volt egy első felesége, aki a Dél-Amerikába érkezve az ott akkori járványban elhunyt és ismerte meg a, a nagymamámat, aki akkor éppen kidobta a katona vőlegényét, és egy fes, e, magyar fiatal mérnökbe szerelmes lett, és e, akkor összeházasodtak és született a, a, az édesanyám, majd a, a nagybátyám. Az az érdekes, hogy a, az én e, a nagymamám az... E, ugye van dél-amerikai családba született, ahol nagyon sok volt a tábornok, meg a katona, és hát a, a, az egyik ilyen rokon e, volt az, aki vezette a Bolív csapatokat, és e, sikerült az utolsó nagy háborúban elérni azt, hogy Bolíviának kiárása van a tengerre, úgyhogy ezen rokon, aki vagy a déd nagyapán, vagy az ők volt, most már ezt pontosan nem tudom, talán ki lehetne találni, akkor van egy lovasszobra Lapászban, Bolívia fővárosában. Vannak olyan családtagok, akikkel összejárunk, akik Magyarországra járnak. Egyébként Argentinába szoktunk leggyakrabban találkozni, mert a nagybátyám egyébként Argentinába született, mert a nagyszüleim is Bolíviából Argentinába mentek dolgozni, mert Bolívia mindig is egy nagyon szegény ország volt, és Argentinából már csak egy ugrás volt az Egyesült Államok, tehát nagyjából a család azon a földrészen így helyezkedik el. A tradíció az nagyon jó, mert a, ha van a családban, akire föl lehet nézni, van a családban nagyszülők, akik jó tanácsal látják el a, az embert, az mindenképpen sokat segít. A, az én családom nagyon adott a konzervatív értékekre, tehát mindent megőriztünk a déd nagyszülőktől, az ők nagyszülőktől. Így már egész kicsi koromban tudtam, hogy nekem rokonom volt Fodor József, akit egyébként Nobel-díjra is fölterjesztettek, Egy nagyon neves, 19. század, 20. század elején hunyt el. Igazán komoly epidemiológus, számos Nemzetközi Akadémiának volt tagja, aki a csatorna rendszert, kialakította Magyarországon, a fővárosban, számos olyan programban, az iskolaorvosi hálózatot ő vezette be, és dékánja volt az általános orvosi karnak, majd a Pesti Egyetemnek a rektora, tehát rektor elődöm, ő az ők nagybátyám. Az 1900-as évek elején hunyt el, de érdemes elolvasni azt a 18 oldalas rektori beiktatási beszédét, amivel a célokat megnevezte. Akkoriban még egy évre választották a rektort, ez egy nagyon fontos akadémiai funkció volt, de az az egy év, az a beiktatás, az is egy különleges ceremónia volt. Én már három éve vagyok rektor, és még nem látom a végét, tehát előttem még számos feladat van. De azt a hagyományt, amit ő teremtett, én is készültem beiktatási beszéde volt beiktatásom előtt eskü, amelyben egyértelműen meghatároztam, hogy milyen célok érdekében kívánom ezt a rektori láncot hordani, és ezt a fajta felelősséget magamra fölvállalni ez megszabja azt, hogy ezt komolyan is vesszük, és amíg el nem érjük a célunkat, addig ezen haladunk. Tehát tradíció és elhivatottság és a sport. A legelső emlékképem a sportról az nagyjából három éves koromból eredhet, amikor az idesapám a Margit szigetre hajnali hat órakor szélben, esőben vagy hóban vitt edzésre. Tehát én három éves koromtól úsztam a Spartakuszban, majd hét éves koromban, amikor meguntam, nem voltam olyan kitartó, mint Darnyi, bár ugyanannál az edzőnől kezdtem el az úszást, mint a Darnyi Tamás, és vízilabdával folytattam, mert jobban érdekelt, hogyha az úszás közben van előttem egy labda is. De aztán az öcsémmel együtt is sokat jártunk a Spariba, versenyeztünk, amúgy sikereink voltak az úszásban, de még nagyobb sikerek voltak a vízilabdában. Kásibe vízilabdáztam a komjátiban, télben, hóban, nyáron, egész nyáron. Úgyhogy ennek a úgynevezett vizesportos karriernek végül is a fülorgégészek vetettek véget, mert egy füles voltam, ugye mindig azt mondták, hogy a vizeseknek a, a, vízeseknek a nagy ellensége a, középföld gyulladás, tehát nagyon sokszor szúrták fel a fülemet, és emiatt, amikor már 25-ször szúrták fel, akkor meguntam, és 14-15 éves koromban hát gyakorlatilag ezt a versenyszerű sportot abbahagytam, és a szárazföldi sportok fele kacsingattam, és édesapámnál a gimnáziumban versenytornáztam. Úgyhogy ezek a sportok voltak, amelyeket üztem, hát a sport az van az életünkben, hogy édesapám az testnevelő tanár, egyébként hat testvérem van, belőlük uh, hárman valamilyen módon testneveléssel. Tehát a, a hét testvérem közül egész pontosan hárman testnevelő tanárok végeztek a döntően a TFM vagy testnevelési egyetemen. A legnagyobbik öcsém az úszást oktat, a többiek azok vagy valamilyen rekreációs programot csinálnak, vagy ők is úszóiskolában tevékenykednek, tehát a vizes sportok azok minden körülmények között képezték a mi életünknek egy tekintélyes részét. A sportról még az jut eszembe, hogy nyáron Balaton, akkor vitorlázás, kajakozás a nagyszüleimnél, nagyapám, aki orvos volt, övele is rengeteget húztunk, ő rendszeresen a néhány fokos vízben is úszott, vagy megfürdött, tehát erről mindig hangsúlyt fektetett, és minden nap úsztunk, kajakoztunk, vagy vitorláztunk. Egy nagyon sportos fiatalság volt az enyém, annak természetesen az orvosi pálya valamilyen szinten véget vetett, mert az a fajta napi 14-16 órás munka már valamilyen szinten akadályozta, úgyhogy a mai sportélet az úgy néz ki, hogy vízilabda esténként, és hajnalban tenisz. Én emlékszem arra, amikor kicsi voltam, hogy amikor már sokat szó vittek a János Kórház fülészetére, akkor elszaladtam anyámtól, és bebújtam egy szekrénybe, és nagyjából egy fél délelőttöt ott töltöttem, úgyhogy mindenki ott keresett, mert, mert ha nem találtak, eszemágából se volt előjönni, hogy ezzel a füles doktorral találkozunk, és mostanában ugye most már, mint egyetemi vezető néha a fülorgégészetre járok, és meglátom ezt a jellegzetes vizsgáló tükröt a zsebükben, vagy a fejükön, akkor így még érzem azokat a azokat a élményeket, azokat a szívszorító riadt emlékeket, amiket annak idején szereztem, tehát a sport így nagyjából a a vizes pályafutásom így versenyszerűen véget érde, talán nem is baj, mert akkor egy kicsit jobban lehetett a szakmára, egész pontosan a tanulásra koncentrálni. Mi nekem pontosan emlékszem arra, hogy általános iskolában, mivel hetente minimum tíz edzésünk volt, hanem több, ezért a legkevesebb idő az tanulásra volt. A tanulás pedig úgy kellett beosztani, hogy gyorsan eredményesen tanuljunk. Ez nem volt elég arra, hogy mindenből ötös legyünk. A sportolók egy része ezt már kezdet-kezdetén feladta, a másik része az persze megküzdött ezzel, és megtanult az idővel jól sem fárkodni. Úgyhogy végül is nekem azt tette könnyűvé a gimnáziumot és az egyetemet, hogy megtanultam nagyon gyorsan tanulni, így könnyen vettek fel a Semmelweis Egyetemre, kitűnően érettségiztem, és az egyetemi pályafutásomra úgy emlékszem, hogy ötösnél rosszabb érdemegyem soha nem volt, és ezt valószínűleg nyilvánvaló csak tanulással lehetett elérni. Amikor az ember az orvos foglalkozik, akkor én arra emlékszem legalábbis, hogy nem volt olyan szakma vagy diszciplína, ugye, tehát az orvostudománynak a része, amit nem szívesen, amit ne szívesen választottam volna, akár mint fő gyógyító vagy kutató disziplinának. Így tehát gyakorlatilag a sebészettől, a belgyógyászaton keresztül, a személyzeten át, a korbonztanig minden érdekelt, még a radiológia is. A, végül a döntést szerintem azok az élmények határozták meg, hogy dolgoztam másfél éven keresztül, az akkori hármas bergyógyászati klinikán, fönt a hegyen, ahol volt egy úgynevezett koronária őrző, az akkoriban újdonságnak számított, a Tencer professzor úr volt a, a főnök, és ő volt nekem egyszer a gyakorlatvezetőm, és amikor ott töltöttem egy évet, utána meghívott, hogy dolgozzak egy kicsit a koronária őrzőbe, és ott medikus nővérként 87. 87-88-ban dolgoztam aktívan. És hát az ottani élmények nyilvánvalóan meghatározóak voltak, de akkoriban a kardiológia még döntően egyfajta belgyógyászati szakma volt, tehát nagyon kevés eszközös terápia jellemezte a mindennapi tevékenységet. De hogy haladt előre az idő, amikor 91-ben végeztem, mert egy évet Németországban töltöttem ösztöndíjjal, és ott is már egyébként kardiológia fókuszú belgyógyászaton dolgoztam, és láttam szívkatéterezést, láttam pacemaker beültetést, újraélesztő készülékek beültetését. És onnan visszatérve, már nem a belgyógyászaton szerettem volna elhelyezkedni, hanem a Városmajori úgynevezett szívsebészeti és érsebészeti klinikán, akkoriban ez egy kifejezetten sebészeti klinika volt, ahol nagyon kevés kardiológus úgynevezett intervencionális kardiológus volt. Az intervencionális kardiológus az a kardiológus, aki katéteres diagnosztikai vizsgálatokat végez, és akkoriban már megkezdődtek a katéteres koszorúértágítások. Úgyhogy amikor hazajöttem Németországból, megkerestem azt a helyet, ahol ennek a további fejlődésének valamilyen tere van, és ez volt akkor a Városmajor, a Városmajornak a vezetője, az a Szabó Professzor volt, aki a megérkezésemet követően három és fél hónappal megcsinálta az első magyar szívátültetést. Emlékszem arra pontosan, hogy az január 3-án volt, és 1992-ben, ami azért elég régen volt azon a műtéten egyébként véletlenül ott voltam, bámoszkodó, bámészkodó fiatal orvosként, és hát nyilvánvaló meghatározó volt a pályafutásom szempontjából. És akkor megpályáztam egy úgynevezett DAD ösztöndíjat, ez a Német Akadémiai Ösztöndíj, és ezzel újabb egy évet töltöttem kint. Azért azt említenem kell, hogy az egyetem alatt azért közben megnősültem, tehát a harmadéves egyetemista koromban, és már az elsőként létem alatt Heidelbergben megszületett a fiam, aki ugye most már elmúlt 30 éves, és jelenleg Bostonban van hasonló módon ilyen tudományos posztdoktori képzésen, illetve kutatómunkát végez. És a a második kimenetelünknél már megvolt a második gyermekem, aki egy lány, a Petra. Petra, aki most egyébként a nőgyógyászati klinikán rezidens, és részt vesz a Covid ellátásban, nőgyógyászati operatív tevékenységbe, tehát ők is követték ezt, a, ezt az utat, és ezen kívül természetesen van egy harmadik gyermekem a második feleségemtől, egyébként a Városmajorban dolgozott, most is ott dolgozik, és a klinikai sztadikkal foglalkozott. Most azért ez egy kicsit a, gyermeknevelésre is nagyobban, sokkal jobban oda koncentrált, tehát arra azért ma már a nagyobb figyelmet kell fordítani, különösen akkor, hogyha a gyermek apukája a szemölői szerintem rektora, mert a, ha már az orvosi feladatok gyakorlatilag, mintha befejezettek lennének, mondjuk eljutok este 9 oda, hogy az összes műtét megvan, az összes betegemet megnéztem, megnéztem az árójelentéseket, akkor indulhat a, a rektori feladatok, és nézhetjük végig, hogy milyen olyan e-mail érkezett, amit azonnal meg kell oldani. Tehát a rektorság egy másik 24 órás feladat, tehát így gyakorlatilag nem olyan nagyon vészes, mert egy nap 48 órát kell dolgozni, és akkor minden belefér de a hétvégék esetében bizonyos napok döntően a szombat, az részben a családé, meg hogyha külföldre megyünk, akkor igyekszünk a családdal együtt menni. Tehát ha én kongresszusra megyek előadni, akkor viszem a családot, és része így ennek következtében a, az orvoslásnak azon része, amely a kutatás eredményeknek a bemutatása a különböző kongresszusok, úgyhogy a gyerekek végigutazták a félvilágot velem. Az mindenképpen egy szerintem kellemes, nem, vagy kellemes, megható dolog, hogyha a gyermekei ugyanazt a szakmát választják, ami gyakorlatilag az életemnek a, a legnagyobb mindennapot betöltő feladata, és amit hát gyakorlatilag életvitelszerűen űzök, mert ez egy olyan hivatás, ami 24 órás, tehát ebben nincs igazából pihenés, és ennek ellenére pedig nagyon sokat változott a világ, a gyermekeim ezt a hivatást választották. Ugye emlékszem arra, amikor a fiamat avatták, akkor, akkor egyetemi tanár voltam és tanszékvezető, de ott voltam az avatásán, de amikor a lányomat avattuk, akkor azt én avattam, akkor ugye már megválasztott, nem, akkor még pályázó rektor voltam, és megválasztott rektor helyettes, és az akkori rektor megengedte, hogy a, én vezessem a, az úgynevezett orvosavatást, tekintettel arra, hogy a lányom is ott kapta a diplomáját, és az én készfogásommal lett a lányom orvos. Az orvostudomány, az orvostudomány kívásai azért napi szinten ott vannak. Ha most ezt a, az új kort nézzük, tehát a mostani, akkor hogyha a fiam itt van és nem Amerikában, akkor nyilvánvaló sokat megtudunk a traumatológiáról, a, hogyan kell porcot képezni, vagy hogyan fogunk a, 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 hát jobb életminőségben hosszabb ideig élni, mert én, mint szívgyógyász sokat tettem azért, hogy az emberek tovább élhessenek, de azt, hogy a, ezt élvezni is tudjuk, ebben majd a fiamnak lesz szerepe, mert hogyha minden lépés fáj, akkor azért a, az nem akkora élmény. És hát ugye a, a lányom, aki a gyermekeket hozza a világra, vagy, vagy a nőket gyógyítja, és megtartja a képességüket, megtartja a, azt a képességüket, hogy gyermekeket hozzanak a, a világra. Nagyon sok közös betegünk van, természetesen ez a fontos. Tehát most, hogy a COVID itt rajtunk ült, most már lassan több mint egy éve, csak vissza kell emlékezni arra, amikor megkezdődtek a terhes, várandós kismamáknak az oltása. Akkor itt volt ez egy nagyon fontos esemény, amikor például a lányommal számos közös hát, hölgyet, várandós kismamát kezeltünk, ő küldte hozzám oltani, én meg beoltottam, védetten küldtem szülni a kismamákat, vagy a szoptatós anyukákat. Hát van, amikor pillanatokon belül vannak ilyen közös pontok, de természetesen vannak olyan szívbeteg kismamák, akik szülni szeretnének, és akkor van egy erős szívgyógyászati kontroll, és úgy mennek a szülőszobára. Meg hát olyan is előfordul, hogy valamely gyermek valamilyen szívhibával születik. Itt van egy közös érdeklődés, mert a lányom a, a intrauterin, tehát a mélyen belüli diagnosztika, szívdiagnosztika iránt érdeklődik, tehát hogy a lehet mi hamarabb felismerni, hogy valamely magzatnak valamilyen szívfejlődési rendelessége van. Meg kell tanulni jól dönteni, én azt hiszem, hogy a, a szívgyógyászat és ebben a, az akut szívgyógyászat, a szívinfarktus kezelése az nagyon sokat segített abból, hogy gyors döntéseket kellett körültekintően meghozni. Tehát azon kívül, hogy a Heidelbergi tanulmányúton döntően Szívrit foglalkoztam, pályámnak a második része az a szívinfarktus ellátásról szólt, amikor is ugye a budapesti szívinfarktus ellátást meg kellett teremteni. Ebben a városmajori klinika egyértelműen kimagasló szerepet játszott, és hát ezek voltak azok a napi teendők én egyébként jellegzetesen ugye a vasárnap 24 órás ügyeletet, meg a szerda éjszakai Nagy Budapest ügyeletet vállaltam, amikor a legtöbb infartus érkezett a, a klinikára, úgyhogy nagyjából 2003 és 2015 között, hát több tízezer műtétet hajtottam végre. Nagyon sok infartus volt, én emlékszem arra, hogy egy Húsvét vasárnap egyszer 26 infartus kezeltem egyedül. Tehát az azt jelenti, hogy 26 beteget kellett megkatételezni, a koszorúérben az elzáródást megnyitni, belehelyezni egy fémhálót, és ezt 20... nagyjából nem jutott egy óra egy betegre. De nem ez a jellemző, az átlag az ilyen 10-15, de volt egyszer 26 is. Mondjuk amit kevesebbet csinálok, jelentést már nem írok, meg nem én veszem fel a beteget, de minden műtétet csinálok, és hát valószínűleg a leghosszabb időt töltöm a, a klinikán az orvosok között. Ez abból adódik, hogy nyilvánvalóan az én felelősségem a, a legnagyobb és a legnehezebb műtéteket is én szoktam bevállalni, mert azért most abban a korban vagyok, amikor a, a gyakorlat, a rutin, meg még a gyors reflexek azok együtt vannak, hát nyilvánvalóan tíz év múlva már ebből vissza kell venni, de hát most Valóban operatívan is, úgy gondolom, hogy a csúcson lehetek, de ezt a tudást természetesen akkor fog sokat érni, hogyha tovább tudom adni a, a fiataloknak. Tehát egy nagy műhelyt hoztunk létre, ahol a fiatalok ellenségkel tanulják tőlünk ezt a tudást, és akkor biztosítva van az a folyamatosság, ami szükséges. Ezt láttam az mentoraimtól, ezt kell, hogy képviseljem a fiatalok érdekében. A minimál invazív szívgyógyászat terápia az katéter alapú. Tehát az erek útján tudjuk meggyógyítani a beteget. Tehát a szívritmuszavarok kezelésében szerepet játszottak ezek a pészmékkerek. az elektródáját, ezt az erek útján vezetjük be a pacemaker -t. Fölhelyezzük, azzal indítjuk a szívet, vagy állítjuk meg, tehát nagyon sok mindent tudunk csinálni akkor tudunk szívritmuszavart kezelni, katéterrel, úgy, hogy a szíven belül megkeresük azt az elektromos fókuszt, azt a hibás területet, és azt a rádiófrekvenciás energiával elégetjük, vagy megfagyasszuk. Ilyenekkel is foglalkozunk, meg foglalkozom. Akkor ugye beszéltünk a koszorértágításról, és a mostani igazán kedvelt tevékenységem az a szívnek a, különböző billentyűinek és hibáinak korrekciója katéteres módon, tehát billentyűt ültetek be, billentyűt plastikázunk, és mindez természetesen úgy, hogy nem nyitjuk meg a melkast, ennek következtében a beteg egy nap múlva vagy néhány nap múlva otthonába távozhat, tehát ennek a minimál invazív katéteres alapú szívműtéteknek az a lényege, hogy nagyon kicsi a műtéti megterhelés, de annál hát igényesebb, specializáltabb, képalkotó igényű beavatkozást, tehát amikor operálunk, akkor nem csak röntgensugár alatt operálunk, hanem háromdimenziós ultrangot használunk, vagy előzetesen elkészített kompjútertomográfos felvételt, vagy mágneses rezonancián alapuló diagnosztikus módszert, tehát úgy nézünk ki, mint a nagyjából egy űrhajón, minden ott áll rendelkezésre, és a fejünkben a kép összeáll, kezünkbe ezt áttesszük, és akkor az a év, több évtizedes tapasztalat, ugye most voltam 30 éve, hogy orvos lettem, vagy egész pontosan most leszek 30 éve, most pontosan, igen, tehát 1991-ben lettem orvos, tehát most leszek 30 éve orvos, egyébként az egészségünkben több mint 30 éves gyakorlatom van, mert adjuk hozzá ezt a másfél évet, mint medikus nővér, most ebbe az új jogállási törvényben nekem már több mint 30 év. Gyakorlatot fogadtak el. Azt hiszem, hogy a COVID járvány előtt is a szívgyógyászatban eléggé ismert voltam, és nyilvánvalóan nem ezzel az ismertsége, amivel most rendelkeztem. Tehát, ha elmentem valahova társaságba, étterembe, szállodába, akkor azért elég hamar az asztalom körül egy kisebb fajta ambulancia alakult ki, tehát az ott jelenlévők mindenféle kérdéssel megkerestek, segítségüket, segítségükre voltam. Ez természetesen most hatványozottan így van. A, egy kicsit jó is, meg még inkább rossz is, mert ugye azért ezzel együtt rendkívül nagy teher, Hár, urám. csak mai napon legalább 20-30 olyan e-mail érkezett, ami hosszú a teljes élettörténet, COVID-élettörténet és megválaszolással komoly energia és idő, de ugyanakkor azért nem csak pozitív, hanem vannak negatív reflexiók is, hiszen nem mindenki gondolja azt, hogy van ma Magyarországon vírusfertőzés lehetősége, nem mindenki gondolja azt, hogy a oltóanyagoknak olyan komoly jelentősége lenne egy ilyen súlyos járvány leküzdésében, és hát ezzel is meg kell tanulni együtt élni, tehát a celebéletnek rendkívül sok előnye van, de legalább ugyanannyi hátránya és nehézsége. Minden SMS-re válaszolok, minden e-mailre, ami elér. Ez egy picit fárasztó, mert ezt amellett kell végezni, hogy hogy ellátom a szívklinika igazgatói funkcióját, megoperálok sok beteget, vezettem a Semmelweis Egyetemet, részt veszek a Covid-járvány elleni küzdelemben, kommunikációban, és hát igyekszem megtartani azt a fajta elfogadottságot és imidzset, amivel hát természetesen ezt a fajta feladatom a továbbiakban is töretlenül meg tudom tartani, meg el tudom végezni. Ez érezhető módon nagyon sok fizikai és pszichikai erőt elvesz az embertől. Tehát meg kell tanulni rendkívül gyorsan visszaszerezni ezeket a elveszett energia egységeket, mert már, úgy, úgy tudom elképzelni, sokszor mindig mondom, hogy, hogyha ne, tudom, 5 évvel ezelőtt az energiaszintem az 99% volt, most így rendszeresen 5%-kal dolgozom, tehát mindig arra kell vigyázni, hogy ez elég, mert 5%-os tankkal még simán elmegy az autó, csak nem lehet le nullára. Tehát arra kell figyelni, tehát mindig be kell pumpálni valamit, hogy legyen kellő energia. Nem panaszkodom, de biztos, hogy én is azok közé fogok tartozni, akik rendkívül boldogok, amikor a teljes járvány eltűnik Magyarországról, és visszatérhetünk a mindennapi normális életünkben, és főként szívgyógyász lehetek és rektor, és ezzel a két feladattal sem könnyű 24 órán belül megbirkózni. Miért oltok? Azért oltok, mert hát a, az oltás gyakorlatilag vallásá vált, tehát ha megnézzük, oltok, nem oltok, ez egy nagy kérdés, tehát ebbe fogadom az oltást, vagy nem fogadom, elutasítom. Ha be is fogadom, akkor melyiket fogadom be, és ebben nagyon sokat kellett hát, egyszerű, érthető módon tevékenykednem, hogy az az előny, ami abból keletkezett, hogy tudtunk keleti vakcinát is használni, azt a lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk. Mert, hogyha mindenki csak a nyugat-európai vakcinákat használta volna, akkor Magyarországon, vagy fogadta volna el, akkor ma nem itt tartanánk, hanem még mindig több ezer betegünk lenne, és nem tudnánk nyitni, és nem lenne egy nyugodt nyarunk. Én nagyon bízom benne, hogy ez a fajta, hát, hogy is mondjam, nehézség, amik kezdettől fogva megvolt az oltással kapcsolatban, ez azért szépen lassan feloldódik. Közeledünk az 5 millió modik oltáshoz. Én nem véletlen, hogy én magam is egy keleti vakcinát választottam, amikor beoltattam magamat, hiszen el kellett világosan magyarázni, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jön a vakcina. Amikor influenza vakcinát adunk, akkor sem kérdezzük meg, hogy melyik kelet-európai, melyik nyugat-európai. A vakcina gyártás nem űrtechnológia, bár űrtechnológiában is jók az oroszok, de hát ezt nem lehet megkérdőjelezni. Ennek ellenére azt mondom, hogy bizony megbízható vakcinát a világ számos országában, ahol ennek megfelelő hagyománya van tudnak gyártani. Itt egy dolog jelentős, hogy mi hamarabb meglegyen a védettség, még mielőtt egy kiszámíthatatlan vírusfertőzés adott esetben a beteg életét veszélyezteti. És itt az idő az extrém fontos, hogy ez az egész oltás, az oltásra kapcsolatos részvételem, a kommunikációban való részvételem, abban a felismerésben született, hogy, hogy a, ha valamelyest hallgatnak egy orvosra, akkor az ebben rejlő erőt azt mindenképpen a, a, diszeminálni kell, azt el kell juttatni, mert ott egy jól sikerült interjú, egy-egy példamutató helytállás, az, az emberek életének százait mentheti meg nincsenek olyan nagyon sokan azok, akik ténylegesen oltás ellenesek, hanem nagyon hangosak. Tehát viszonylag szűkebb, de rendkívül idézőjelbe elhivatott egyénekről van szó, akik más nem csinálnak, mint az interneten ülnek és megosztják a, azokat a tévhiteket, amelyek sajnos elbizonytalanítják a, az embereket. Én tényleg egy dolgot szoktam mindig elmondani, mert azért ez egy komoly élmény. Az egyik betegünk egy nálamnál fiatalabb, 50 éves fiatal ember, súlyos Covid fertőzést kapott, majd légeztetőgépre került, nem lehetett lélegeztetni, műtüdőre került, ezt úgy hívják, hogy ECMO. Ott nálunk a klinikámon 60 napot töltött a klinikán. Miután el tudtuk távolítani ezt a műtüdőt, meg a lélegeztetőgépről le tudtuk szedni, és uh, amikor hazament, akkor ott ült a szobámba, itt volt egy tévé uh, riporter is, és akkor megkérdezték tőle, hogy és tessék mondani, hogy mi nem tetszett regisztrálni uh, oltásra. És akkor ránézett, és azt mondja, hát maguk azok a ennek, azt mondja, a médiában és a social médiában olyan sok egymással ellentmondó információ jelenik meg, hogy az elbizonytalanítja az embereket, akik nem orvostudományban járatosak. És ő azt mondta, hogy hát még kivárok. Kivárt addig, ameddig nem kapott egy olyan fertőzést, ami gyakorlatilag könnyedén az életébe kerülhetett volna, de azt mondta, hogy azóta, amióta újra tud beszélni, mert ugye gégemetszést kellett végezni nála, azóta folyamatosan telefonon hívja ismerőseit, hogy menjenek el oltani. Én ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Én középsúlyos tünetekkel vittem végig. Egy hétig komoly lázam, váradság, teljes íz és szaglás zavar, de annyira, hogy mind a mai napig alig érzek valami szagot. Igen, tehát minimálisat. Nagyon erős fejfájás, nagyon erős izomfájdalom, bőrfájdalom, elképesztő fáradtság. De egy hét alatt elmúlt. Ugye a feleségem előbb kapta meg, köztünk megkapta a gyermek, meg aztán én is megkaptam, úgyhogy nem volt igazából védekezési lehetőség. Így egymásra volt utalva a család, és mindig a jobb állapotú kezelte a kevésbé jobb állapotot. Ebben meg aztán volt lehetőség. Hát a Szemulvesz Egyetem egy különleges egyetem Magyarországon. Egy olyan orvos- és egészségtudományi képzésért felelős, én azt gondolom, hogy Európa szintű egyetem, ahol mindent meg lehet tanulni, ami az egészséggel kapcsolatos, az egészség megőrzésével, illetve az egészség helyreállításával. A hat karunk maga nemében egy hungarikum, nagy, tényleg azt kell mondanom, hosszú, évszázadokra visszatekintő tradícióval rendelkezik. Tavaly volt 250 éves. Egyetemünk jó, komolyan helytáltunk 250 éves jubileumi akadémiai évünkben végig küzdöttük a Covid-járványt, de zászlós hajó volt a Semmelweis Egyetem mind az egyetemek között, mint pedig az egészségügyi ellátásban, és hát az az érdekes, és azt gondolom, hogy döntően az elődeimnek is köszönhetően a Semmelweis Egyetem a legjobban rankingelt, a legjobban követett, elfogadott egyetem közé tartozik, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában. Most úgy néz ki, hogy nagyjából az első 250 orvos egyetem közé tartozik. Nagyon nehéz a legjobb egyetemek közé bekerülni, alapvető célunk az, hogy a legjobb száz közé, kerülhessünk egy közép-kelet-európai, komoly tradíciókkal rendelkező egyetemként. Az, hogy még lettem rektortán, ez a legérdekesebb kérdés. Valószínűleg nem voltak ilyen ambícióim. Én jó orvos akartam lenni, a szívgyógyászat terén mindent megtanulni, nemzetközi szinten helytállni, és hát nemzetközi szinten azt gondolom, hogy sikerült is, mert az a szívcentrum, amelyik a Városmajori Szív- és Érgyógyászat Klinikaként ismeretes manapság. Az Európa, én azt gondolom, első öt szívközpontja közé tartozik. A második legtöbb szívtranszplantációt végezzük Európában. És hát éreztem azt a kis különbséget az egyetem átlagos teljesítmény és az egyetem, az között, és nyilván ahhoz, hogy az ászlóshajó még gyorsabban tudjon haladni az egész egyetemnek is jobban kell felzárkóznia. Úgyhogy azt a fajta hát, tempót, sikert, atmoszférát, műhely struktúrát, amit kialakítottunk, azt úgy gondoltam, hogy megpróbáljuk megcsinálni az egyetemen, és így pályáztam a Semmelweis Egyetem Lektori székére ahol egy nagy csatában szereztem meg, és amilyen lelkesedéssel pályáztunk, a lelkesedéssel gyorsan meghoztuk a szükséges intézkedéseket, megreformáltuk az oktatást, betegközpontú oktatást csinálunk, az innovációt, azaz olyan egészségipari fejlesztéseket tűztük ki a célok között, amely hosszú távon az orvos és egészségtudományt fejleszti, a Szemmelweis Egyetemet gazdagítja, a nemzetközi elismertségünket javítja, és akkor az nem szabad elfelejteni, hogy az oktatás és a kutatáson kívül a legerősebb betegellátó tevékenységet, a legmagasabb technológiai tevékenységet is az egyetem végzi. Van 11 ezer hallgatónk, van 10 ezer munkatársunk, azok közül 5600-an a klinikákon dolgoznak, a többiek pedig a karon oktatnak, illetve ezt az egész struktúrát tartják egy kézben. Én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy felelősség, hiszen ez legalább 21 ezer család megélhetését, jövőbeni elképzelésének hát alapvető cölöpe, tehát ez nagyon stabilnak kell lenni meg kell magasnak is kell lenni, hogy legyenek céljaink, lássuk, hogy merre fele kell menni, és hát ez egy folyamatos megújító, helyzetbe hozó feladat, hogy semmi más nem csinálok, mint amit egyébként a Városmajorban csináltam, azt most csinálom rektorként, abszolút módon üldözöm azt a fajta úgynevezett kontraszelekciót, ami nagyon sok helyen az egyik leg Fontosabb eleme a tehetségtelen embereknek a hatalmának megtartásához. Tehát én mindenütt a legjobb tanszékvezetőt keresem, és a fiataloknak, tehetséges fiataloknak pedig lehetőséget nyújtok, és minden körülmények között támogatom azt, hogy a céljaikat el tudják érni, és a tehetség és a munka az van mindenképpen prioritálva és ahol azt látom, hogy akadály van, nekem semmi más dolgom nincs, mint azokat az akadályokat, a rektor hatalmát kihasználva eltakarítjuk. És a, itt azt látom, hogy egyértelműen, mint egy valódi hajóban, megszabadulva azoktól a fékektől, horgonyoktól, a hajó az dinamikusan megy előre, nagyon jó a nemzetközi elismertsége, és azt kell mondani, hogy nem lehetetlen az, hogy tényleg évről évről javuló elismertségünk odáig vezessen minket, hogy a legjobb száz egyetem és Európa legjobb öt gyógyító egyetemek közé kerüljünk, és ne csak a szívgyógyászatban legyünk közeldobogósak, hanem valamennyi disziplinában. A sportnak nagyon fontos szerepe van, tehát az, hogy én szinte egész életemben sportoltam, sőt a gyermekkoromat, a 18 éves koromig minden nap betöltött a sport, megtanultam nyerni, megtanultam veszíteni, megtanultam csapatban együtt dolgozni, és én azt gondolom, azt, hogy a célt el akarjuk érni, és a, ha az egy karnyújtásnyira van, akkor egy karnyújtást teszünk, de ha hosszú út vezet oda, akkor szisztematikus munkával érjük el azt, amit akarunk nagyon érdekes, hogy az édesapám meg a testvérem között sok a testnevelő, és én magam is mindig fontosnak tartottam a sportot. 40 éves koromban tértem vissza egyébként master szinten a versenyzéshez, a csapatot hoztunk létre a Szemmelweis Egyetemen, a csapatnak a tagja vagyok, rendszeresen járok vízilabdázni. Ez mindenképpen fontos nekem is, meg egyébként fontos szerintem a fiatal kollégáknak is, hogy a rektorral együtt lehetnek a vízben. Számos mérkőzés játszottunk egyébként olimpiai bajnokokkal, mindig használták a, azt a fajta, kihasználták azt a lehetőséget, hogy, hogy ilyen módon népszerűsítsék például az egészséges életmódot. Én emlékszem arra, hogy a, a Szívós Marcival együtt ültünk, nagyon aranyos volt, és beszélgettünk a Szívos Pistának a fia, világbajnok Pista, olimpiai bajnok, és már édesapja nem élt, és mondta, hogy miért fontos a vízilabda, és azt mondta, hogy a vízilabda az nem csak azért fontos, hogy olimpiai bajnokokat neveljen, hanem neveljen néha rektorokat is. Ugye? Tehát, mert arra mit tudnak csinálni a rektorok? A rektorok képesek arra, hogy a versenysportnak a hátterét biztosítsa. Sose gondoltuk volna, hogy ez ilyen nagyon fontos. Azért már nagy, több mint egy évtizede Kolonicsnak a halála óta foglalkozunk sokkal komolyabban a sportorvoslással, a sportkardiológiával, aztán ezt teljesen kiszélesítettük az összes szakmára, tehát orvosi szakmára. Egy egész komoly nagy csapat áll. Változtattunk a kurikulumon, azaz bevezettük a sportorvoslást, mint alaptantárgy, az egyetemen kötelező a sport, a testnevelés a teljes képzés időszakában valamennyi karon. Ez az egyetlen olyan egyetem, ahol minden karnak a teljes képzési szakra kötelező testnevelés van. Ez nem azt jelenti, hogy elő van írva, hogy ki mikor hova megy, hanem hetente le kell igazolni azt a sporttevékenységet, amelyet önmaga saját maga. Végez. Az első két év az szervezi az egyetem, a második rész három-négy év függen attól, hogy milyen hosszú a képzés, azt az egyetem segíti. Tehát elősegíti területet, sportalétesítményt, stb. 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 Szóval ez, ez mindenképpen fontos volt, és akkor megyünk tovább. Van egy elkötelezett csapat, aki sportorvoslásban járatos, tehát egyrészt megőrizzük az egészségét a sportolóknak, a szabályos egészséget mindenképpen fókuszban tartó teljesítmény növelési lehetőségeket keressük, tehát hogyan lesznek majd világbajnokok, olimpiai bajnokok, felfedezünk olyan rejtett betegségeket, amelyek akadályozhatják a felkészülést, és most a Covid-érában rengeteg versenyt segítettünk megvalósítani azáltal, hogy egy önnézett buborék rendszert hoztunk létre, és ezekben a buborékokban a Forma 1-től az International Swimming League úszóbajnokság, az a mostani Európa bajnokság, különböző vízilabdatornák mind nagy biztonsággal lettek meg, megtervezve és utána levezényelve. 2016-ban az úszó válogatottnak voltam én a csapatorvosa. 2017-ben a Sammelweis Egyetemi hallgatókkal és orvoskollegákkal, szakdolgozókkal mi biztosítottuk a, a világbajnokságnak a teljes hátterét. Ugye most vannak ezek a buborékok, ma már az én tanítványaim biztosítják a csapatorvosi funkciót egy, egy egész komoly palettán a, a különböző sportágakban. És hát ugye most készülünk Tokióba, amely egy különleges olimpia lesz. Még nem mi magunk se tudjuk pontosan, hogy a japánok ezt hogy fogják megvalósítani. Biztos, hogy tudnánk néhány ötletet adni, illetve nekünk elég komoly tapasztalatunk van már a nagy rendezvények megszervezésében. Az az érdekes, hogy egy olyan országban lesz most olimpia, ahol a legalacsonyabb az átfertőzöttség, a legalacsonyabb az átoltottság, hatalmas országról van szó, legalább 200 nemzet jön különböző járványügyi szituációkból. Tehát az tényleg egy olyan, mint a gyufa-szalmakhazalban, nagyon gyorsan, nagyon komoly járvány tud ez kezdeményezni sose gondoltuk volna, hogy igazából azok az országok járnak jól, ahol a járvány lezajlik, és nem pedig azok, ahol nem, mert ahol nem zajlott le, ott nagyon sok kitett személy, tehát egy fertőzési góc az pillanatok alatt komoly járványt tud létrehozni, és kíváncsi vagyok, ha véletlenül kezdődik egy ilyen pandémiás esemény Japánban, hogy akár a Tokiói olimpiának az ottani helybeni bezárása is egy fajta veszély. Hát ha meg lesz rendezve, akkor ez lesz az első buborékban rendezett olimpia, ami hát biztosan nem lesz olyan élmény, mint amilyen élmény volt nekünk Rio, vagy London, vagy Athén, vagy akár Peking.